Sziasztok, én Csőhöz Krisztián vagyok, a Budapesti Autósok Közösségének a főszerkesztője. Annak mondom, aki esetleg még nem ismerne. A tegnapi posztunkról lesz szó ebben a vlogban. Meglepő módon a havas, jeges, latyakos úton való kerékpározásról. Elképesztő mennyiségű, döbbenetesen sok kommentet, és főleg negatív kommentet kaptunk amiatt, hogy kitettük ezt a posztot. És lehet engem nagyon utálni, amiért úgy döntöttem, hogy kikerüljön ez az anyag az oldalra. Tudnatok kell, hogy mindig megbeszéljük ezt, nem egyedül döntök arról, hogy milyen anyagok kerülnek ki, de én, mint főszerkesztő úgy döntöttem, hogy kerüljön ki. Mondom, lehet engem ezért utálni, de engem még úgy neveltek, tehát az én időmben volt egy olyan szitu, hogy édesapámhoz odamentem, télen, hóban, és azt mondtam, hogy én elmegyek biciklizni. Fiam, nem vagy normális, télen nem biciklizünk, nem milyen útviszonyokra való a kerékpár. Nem kérdeztem meg, hogy miért, lehet, hogy az öregnek nem volt igaza, meg én elhiszem, hogy manapság vannak szupermenek, vagy csak annak hiszik magukat, akik azt gondolják, hogy meg lehet a fizikát. Szerintem nem. Mi ezzel a gond, meg mi az én bajom azzal, hogy kerékpározik valaki télen? Egyébként semmi, tehát nyugodtan lehet, meg Tour de Winter, nyomjátok, nincs ezzel gond. Csak mondjuk olyan jeligére, hogy lehetőleg ne előttem vágóc hanyat. És hiába tartom be azt a bizonyos másfél métert, ami erőltetve lett ugye az elmúlt időszakban, mi is műsoroztunk erről, illetve hiába tartok akár 10-20 méter követési távolságot, és megyek 30-al vagy 20-szal, ha egyszer a jégbordás úton megcsúszik az autó, akkor nem biztos, hogy pont ki tudlak kerülni. És hangsúlyozom, hogy én azt gondolom, mint normális autós, aki a kereszt próbálom betartani, és nem szegem meg direkt, hogy úgy mondjam, és szerintem sokan vagyunk így ezzel, hogy ez a poszt, higgyétek el, hogy az ilyenkor kerékpározó emberek biztonságáról szólt, és lehet gusztustalan meg személyeskedő kommentekkel illetni azt, hogy engem vagy az oldalt, hogy kimertük tenni ezt a posztot, és hogy hát higgyük el, hogy valakinek nem telik autóra. Elhihetitek, hogy abszolút nem erről szólt ez a dolog, tudjuk, hogy nem mindenkinek telik autóra. Ilyen esetben egyébként akkor sem javasoljuk, hangsúlyozom, hogy kerékpára üljön valaki, ha csak nem feltétlenül a munkájához szükséges ez, hanem igenis ott a BKV adott esetben. Falun elhiszem, ahol nincs forgalom, hogy ezt sokan megmerik tenni, de Budapesten én ezt életveszélyesnek tartom. Most lehet ezért engem utálni, meg undorító kommenteket ide betenni a videó alá. Ettől nem lesztek faszább gyerekek, tehát ez bárkinek megy, nekem is megy, tehát személyeskedni bárki tud. Úgyhogy hajrá, nyugodtan lehet, max törőjük, ami nem odavaló. Betesszük egyébként a cikket is a leírásba, amiről most szó van, amiről beszélek. Hát nagyjából ennyit tudtam ezzel kapcsolatban mondani. Van egy olyan generáció, akit még úgy neveltek, hogy ez egy baromság, de ha úgy érzitek, hogy szerintetek ez hülyeség és maradiak vagyunk, akkor tényleg elnézést kérünk attól, akit megbántottunk. Odafigyelünk majd erre még jobban, de hát valahol ez egy közösség, tehát erről szól, és nekünk bírnunk kell a kritikát, bírjuk is a kritikát, csak tényleg egy dolgot kérek, hogy kulturált stílusban egy olyan oldalt szeretnénk, és erre minden eszközünk megvan, hogy olyanná is tegyük, mert igenis a személyeskedő gusztustalan kommenteket ki fogjuk törölni, mert nem oda való, azt gondoljuk, hogy ez az oldalon ez a színvonal azért maradjon meg, amennyire lehet, és ez a YouTube csatornára is igaz, meg a Facebook oldalunkra is. Úgyhogy tényleg egyet kívánunk, csak mindenki érjen haza biztonságban, és ez a célja ennek a posztnak is, hogy amennyire lehet, próbáljatok meg vigyázni magatokra. Én, mint normális autós, és szerintem sokan vagyunk így ezzel, megpróbálok vigyázni a kerékpárral közlekedő emberekre, bár nehéz időnként, azt kell, hogy mondjam, de minden erőmmel megpróbálok. Jött olyan komment is, hogy van, aki direkt kicendizi a bicikliseket, hogy ezzel ártson nekik. El se tudok ilyet képzelni, de komolyan, tehát teljes mértékben ettől a fajta hozzást elhatárolódnék. És szerintem azt gondolom, hogy az oldalt, akik szerkesztik, tehát mindenki, a szerkesztőség is. Tehát minden esetben a biztonságra és a ti biztonságotokra, a gyalogosok és kerékpárosok biztonságára törekszünk, és szeretnénk azt,
hogy mindenki érjen haza, jó? Ennyi volt a célja ennek a posztnak, ebben nem kell többet belelátni, nem kell gyűlölködő hangulatban kommentelgetni, erre nincsen szükség, lehet véleményetek, de kulturáltan beszéljük ezt meg, arra kérek mindenkit. Mindenki érjen haza, béke, peace, sziasztok, szép napot mindenkinek!